A zöldváros program során a tervek szerint Szexárd belvárosát zöldítették, és környezetbarát módon alakították volna át. A korábbi városvezetés ezért a pályázatot úgy állította össze, hogy annak köszönhetően a meglévő betonfelületeket parkosított területekre váltották volna a tolnai megyeszékhelyen. A tervek között új játszóterek és pihenőpark, valamint száz új parkoló is szerepelt. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, ezt az ilyen szexárt frakció gyakorlatilag most ellehetetlenítette. Ők ugyanis parkolóházat építenének a rendelkezésre álló 1,2 milliárd forint legnagyobb részéből. Még csak találgatnak, hogy mennyibe fog kerülni ez a parkoló, de úgy néz ki, hogy teljes összeget el fogja vinni, így magára a zöld felületre játszóterekre, idősek pihenőparkjaira nem fog maradni semmi. Ez ellen szeretnének az ott élők tiltakozni, és jelezték felénk, hogy nem értenek egyet semmiképpen sem ezzel a koncepcióval magának a a megépítésével. Az ott lakókat senki nem kérdezte meg. A polgármester szerint a pályázati feltételek sem engedik ezt meg, hiszen alapvetően a kiírás egyik célja az, hogy minél több zöld felület legyen a városban. Az Én Szexált frakció vezetői nemrég olyan döntést hoztak, hogy az autóbuszok nem közlekedhetnek a belvárosban, mert szennyezik a levegőt. Viszont most ezzel a parkolóházzal újabb 200 autót vonzanának be. Ács Rezső polgármester továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy tűnjenek el a betonterek, és növeljék a zöld területeket és a játszóterek számát. A generációk parkja is ilyen szempontok alapján készült. Ez egy multifunkcionális játszótér lesz, amin a kisgyermekesektől a nagyszülőkig mindenki kikapcsolódhat, szórakozhat. Ez egy 21. századi komplexum lesz, amelynek az a lényege, hogy három olyan fórumot tartottunk a helyszínen, ahol megkérdeztük a lakosságot, sőt, az eszközök, játékok kiválasztásánál is figyelembe vettük az ő véleményüket. Tehát ilyen helyteremben egy igazi közös munkának az eredménye. A rengeteg játékon kívül vizes blokk is helyet kap a területen. 21 új parkolót is létrehoznak a város saját költségvetéséből, hogy az ott lakók parkolóhelyeit ne kelljen igénybe venni a térre érkezőknek. A tervek szerint őszre elkészülhet a komplexum, és ha beválik, Szexárd más területein is építenének ilyet. A sajtótájékoztatóval kapcsolatban megkerestük Rád Zoltánt, az Éjenszexát frakció önkormányzati képviselőjét is, aki a Facebookon írt a parkolóház ötletéről. Ő viszont adásunkig nem válaszolt kérdéseinkre.